Portugália mellett Nagy-Britannia számít az indiai mutáció, vagy újabb nevén a delta vírus változat európai gócpontjának. Hetek óta emelkedik az új fertőzöttek száma, de szinte kizárólag olyanok kapják el, akik nem kaptak oltást. A legtöbb új fertőzött az 5 és 12 év közötti, illetve a 18 és 24 év közötti korosztályból kerül ki. Német szakértők is készülnek a delta elterjedésére, nagyon egyszerű tanácsot fogalmaztak meg, azt mondják, hogy gyorsan kell oltani, és akkor nem lehet baj. Továbbra is kötelező a maszk viselése India utcáin. A világ második legnépesebb országában, bár csökkent a napi halálozások száma, a koronavírus járvány továbbra is nagy számban szedi áldozatait. Máig csaknem 390 ezeren haltak meg. A legtöbben közülük az úgynevezett brit variánstól, majd a Maharashtrában megjelent indiainak elnevezett mutánstól. Csak hogy ez a variáns is mutálódott, így kellett a világnak megismernie az eddigi leggyorsabban terjedő, az úgynevezett delta variánst. Az eddigi tapasztalatok szerint a delta azokat veszélyezteti leginkább, akiknél nem alakult ki a vírus elleni védettség. A beoltottaknál alacsonyak az eddigi fertőzés számok. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Indiából indult, ahol az átoltottság végig nagyon alacsony volt, és még ma is az. Fej- és torokfájás, orrfolyás, ezek a delta variáns legjellemzőbb tünetei. Szlávik János infektológus azt mondta, az indiai variáns erősebb náthát okoz, amit nem feltétlenül vesznek komolyan, ezért betegségtudat nélkül terjeszthetik, és ez veszélyes az oltatlanokra. A tüskefehérje változások miatt egyes újabb mutánsok sokkal erőteljesebben terjednek a közösségben, mint a korábbi brit vagy akár a kínai variáns. Nem feltétlenül súlyosabb a megbetegedés, ezt még nem tudjuk. De a gyors terjedés az nagyon aggasztó azokra a közösségekre nézve, ahol nincsenek beoltva, és azóta az is kiderült, hogy az egy oltás az nem elegendő az indiai mutáns terjedése ellen. Tehát az van csak biztonságban, akinek mind a két oltása megvan, és eltelt már a második oltástól legalább két hét. Németországban a delta rendkívül gyorsan terjed, és szakértők szerint ez egy újabb járvány hullám veszélyét jelzi. Jelenleg 6,2%-a delta aránya a pozitív tesztek között, ami csak nem a duplája az egy héttel korábbinak. Nem az a kérdés, hogy a delta lesz az uralkodó variáns Németországban és a kontinentális Európában, hanem inkább az, hogy mikor és milyen feltételek mellett. Ideális esetben magas oltási és alacsony fertőzési arányú körülmények között, mondta az egészségügyi miniszter. Szakemberek azt is mondják, hogy csak a teljes oltás nyújt megbízható védelmet az új vírusváltozattal szemben, ezért nyáron sem hagyhat a lába kampány lendülete, annak ellenére sem, hogy a járvány egyelőre enyhül. Németországban a felnőtt lakosság fele van beoltva, de csak a negyedük kapta meg mindkét adag oltóanyagot. Nagy-Britanniában már ez a vírus okozza a megbetegedések felét, kétharmadát, míg az Egyesült Államokban egyes helyeken 6, máshol már 18%-ban van jelen.